Sziasztok, én Viki vagyok, ez pedig itt a Weekly Fix. Nézzük az elmúlt hét legfontosabb híreit. Hollywoodot továbbra is sok kritika éri a fehérre mázolós botrányok miatt, azaz amikor egy fehérbőrű színészre osztanak egy eredetileg más raszba tartozó karaktert. A Hellboy Rise of the Blood Queen is rögtön megkapta a magáét, amiért Ed Skrein szerződtették Ben Daimio őrnagy szerepére. A színésznek fogalma sem volt róla, hogy Daimio a képregényekben ázsiai, de amint ezt megtudta, visszalépett a szereptől. Skrein számára származása miatt különösen fontos az etnikai sokszínűség a művészetben, és úgy érzi, a színészek felelőssége az ilyen morális döntéseket meghozni. Kíváncsian várjuk, kit választanak helyette a producerek. Azt gondolnánk, hogy a Red Dead Redemption 2 és a GTA Online minden idejét lefoglalja a Rockstarnak, de ez láthatóan nem így van. Kiszivárgott ugyanis pár koncepció a titkait hírhette jól őrző csapattól, ezek alapján pedig úgy tűnik, két játék is készülőben van náluk. Az egyik a több országban is betiltott Bully folytatása, amit hivatalosan sosem ismert el a Rockstar, most viszont újabb látványtervek kerültek elő a programból. A másik a 2009-ben bejelentett, majd azóta kukázott lopakodós, kooperatív kémjáték az Agent feltámasztása lehet. Reménykedjünk benne, hogy igazak a híresztelések, részünkről bármilyen játék jöhet a Rockstar gárdájától. James Cameron szerint a Wonder Woman visszalépés a filmvászon hősnői számára, ellenben Sarah Connorral és Ripley-vel. A rendező egy interjúban azt nyilatkozta, túlzásnak tartja a DC-s hősnő körüli ünneplést, és saját filmének legendás alakját hozta fel pozitív ellenpéldának. Patty Jenkins, a Wonder Woman rendezője rögtön a film és a rajongók védelmére kelt, hivatalos közleményében elutasította Cameron vágyait és megvédte a szuperhőshöz hasonló női ikonokat. Jenkins véleménye szerint Cameron nem értheti, mit képvisel Wonder Woman, hiszen nem nő. Bár már a hivatalos bejelentés előtt kiszivárgott a szeptemberi PS Plus kínálatának egy része, nagyon örültünk, amikor a Sony megerősítette a pletykákat. Szeptemberben ugyanis összesen 8 játékot tölthetünk le az előfizetésünk mellé, ráadásul olyan címeket, mint az Infamous Second Son-t és a Ubisoft formabontó RPG-jét, a Child of Light-ot. Emellett a kizárólag PSVR-rel használható Rigs-et is bezsákolhatjuk, a Dead Sea, a We Are Doomed és a Hatoful Boyfriend, Track Racer és a Handball 2016 mellé. Sok Trónok harca rajongó gondolta, hogy Tyrion rosszban sántikál az évadzáró egyik utolsó jelenetében, de úgy tűnik nem erről van szó. Az epizód rendezője szerint a legifjabb Lannister csupán azért figyelte aggódó tekintettel az egymásra találó Jont és Daenerys, hát kiváló stratégaként jól tudja, milyen bonyodalmakkal járhat ez a románc. Tyrion tehát nem készül hátbatámadásra, csupán Westeros jövőjéért aggódik. Minden eddiginél brutálisabb lesz a jövőre érkező új God of War epizód. A Sony alelnöke szerint a harcrendszer változásai miatt egyszerre általában csak egy-két ellenféllel fogunk küzdeni. Az összecsapások így taktikus, zsigeri élmény nyújtanak, Kratos pedig alaposan kiélheti majd magát ezekben a küzdelmekben mágikus harci baltájával. A valamikor 2018 elején kizárólag PS4 konzolokon debütáló játék lesz tehát a sorozat eddigi leglátványosabb és legvéresebb epizódja. Oldalunkon találtok egy 10 perces gameplay videót az Assassin's Creed Origins-ről, nézzétek meg, ha még nem láttátok. Én nagyon szép hétvégét kívánok nektek, és köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!